Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Gyakorlatilag egy nagyon érdekes programmal szeretnélek megismertetni. Ez egy terminálos program, tehát itt grafikus felületen nem fogunk dolgozni. Mi az, ami érdekesebbe? Őt úgy hívják, hogy INXI. Gyakorlatilag a legtöbb disztribúcióra, szerintem az összes disztribúcióra elérhető, azaz érdemes telepíteni. Miért fontos az, hogy valami információs programot beszerezzél? Első körben azért, mert előfordulhat különböző információk megszerzésére az igény, akkor, hogyha szeretnéd tudni, mi van a gépedben, milyen programok, hogyan, egyéb, tehát szeretnéd a gépednek, a állományaidnak és egyebeknek az összességét megnézni, azaz leszeretnél kérdezni egy-két rendszeradatot. Erre természetesen vannak olyan programok, amik külön-külön-külön-külön le tudják kérdezni ezeket az adatokat, információkat. Ezzel az a probléma, hogy nyilvánvalóan minden egyes információ megszerzéséhez, lekérdezéséhez esetleg más program kell. A másik probléma az, hogy az a legideálisabb, hogyha egyforma, egy felületen kapod meg az információt, azaz össze tudod hasonlítani a mostani, vagy az esetleges későbbi állapotot. A másik gondolat pedig az, hogy sokszor látom, hogy egyes fórumokon, Discordon, itt-ott az emberek kérdeznek, majd amikor valaki megkérdezi ABC adatot, állapotot vagy értéket, amit a gépe mutat, akkor lemerevednek és nem tudják, hogyan lehet megszerezni, például a futtatott kernelnek az értékét, vagy milyen alaplapod van, vagy milyen videókártyád van, vagy milyen videóprogramot installáltál, milyen drivert, inkább így pontosabb, mi annak a pontos típusszáma. Értelemszerűen én a Manjaro fórumot elég sokat nézegetem, sok mindent szoktam ott megtanulni, és ott elvárják egy bizonyos mód felparaméterezett INXI kimenetet adjon meg az emberke. Ez azért jó, mert összevethetőek a dolgok. Tehát, hogyha adott INXI paraméterezéssel lekérdezel valamit, akkor annak a helye, annak az információnak a helye mindig ugyanott lesz. Tehát nem kell guberálnia annak a válaszadónak, aki szívesen és a saját szabadidejének a terhére választhat, hogy azt az infót a sok kimenetből hol találja meg. Értelemszerű, ezt érdemes használni, és hogyha rákérdeznek bizonyos dolgokra, információkra, akkor már rögtön azonnal meg tudod adni nekik az INXI kimenetét, illetve azt a részt, ami számukra fontos. Na hát nézzük is meg, hogyan működik ez a programocska. Pár példát mutatok, tehát nem fogom az összes kapcsolat egyesével végignézni, hiszen itt is a help, illetve a manuál az nagyon sokat szokott segíteni az embernek. El kell olvasni, nem egyszerű kis programocska, azaz lehet használni alapértelmezett kimenettel, és lehet ennél egy kicsit hatékonyabban is használni. Eléggé belenagyítottam, hogy egyértelműen lássátok a betűket, felírásokat, értelemszerű, indítsuk el a programot, az INXI nevű programot, bemásoltam, és egy idő után lefut. Gyakorlatilag alapismereteket ad meg, miket ad meg, megadja a CPU-dat, a memória használatodat, meg egyéb ilyen dolgokat, gyakorlatilag alapinfókat ad meg az INXI. Tehát, hogyha arra vagy kíváncsi, például, hogy melyik kernelt használod, elindítod az INXI-t, és abban a pillanatban kidobja neked ezt az információt, illetve egyéb alapinfókat megad, gyakorlatilag ezt így szerintem senki nem használta. De mielőtt rátérnénk arra, hogy mi éppen hogyan használjuk az INXI-t, egyetlen egy parancsot érdemes lefuttatni, méghozzá ezt. INXI kötőjel, kötőjel, rekom, kétem, ends. Ez leellenőrzi, hogy mi van rajta a gépeden, mármint úgy, hogy neki megfelelő dolgok rajta vannak. A kimenetet elolvasod, ezzel nem szokott semmi probléma lenni. Gyakorlatilag érdemes az első pillanatban, amikor felinstalálod, ezt lefuttatni, és hogyha valami olyasmihez nem fér hozzá, vagy olyasmi a problémája, amit ő kír, akkor ő majd jelezni fogja neked, és hogyha valami probléma van, nem szokott, te javítani tudod. Nagyon fontos dolog, hogy van egy olyan kapcsolója, hogy kötőjel C. Tehát INXI kötőjel C. A C jelen pillanatban a kolort jelzi, 0 és 42 között vehet fel értékeket.
azaz a színezésnek az értékeit beállíthatod, milyen színű legyen. Én random beírom a 12-t, az olyan szép szám, és lehet látni, hogy ilyen színnel jelenik meg, beírom a 17-et, az is egy szép szám, akkor más színnel jelenik meg. Tetszik, nem tetszik, azt használod, ami neked kell. Tehát a színezést is be tudod állítani egyéb gond nélkül. A következő kérdés, hogy hogyan lehet a táblát letörölni, hogy ne alul irogassak. Kleárt beírjuk, és letörlődik a tábla, majd elindítjuk full, tehát teljes lekérdezéssel, majdnem mindent lekérdez, kötőjel fullal indítjuk el, és látható, elég sok mindent kiírt. Gyakorlatilag lapozgathatunk fölfele, megnézhetjük, szép kiírás, minden alapértékeket, minden alap információt meg fogod kapni. Előfordulhatnak olyanok, hát ha van itt éppen olyasmi, ami éppen nekünk kell, de igen, szuperózer, tehát emelt jog kell hozzá. Nyilvánvalóan vannak olyan részek a gépedbe, vannak olyan programrészek, vannak olyan információk, ami nem egy átlagos felhasználóra, hanem éppen egy sudo jogú, emelt rendszergazdai jogú emberkére tartozik, és elindítom úgy, és megkeri a jelszavamat, beírtam a jelszót, és lekérdezte az adatokat, megnézzük, hogy itt az elején már a szériaszámot meg is kaptam ezzel, hogyha ilyesmi van, hogy kírja, hogy felhasználói jogod az kevéske, gyenge vagy ennek az információnak a birtoklására, akkor természetesen semmi egyéb problémád nincs, beírod a sudot, és utána jöhet az összes információ. Bármi kapcsolóval ez működik természetesen, kleár és táblatörlés, nézzünk meg egy C és G. Mind a kettő nagy, gondolom mindenki sejti, a nagy C és a nagy G egymás mellett egyébként be lehetne írni kötőjel C és G. Mind a kettő nagy, azaz a CPU-t, a processzort, illetve a GPU-t, a videokártyát fogjuk lekérdezni, és Eneter le fogja kérdezni, kérje azokat a dolgokat, ami éppen fontos. Itt már rögtön egy-két dologra rá szeretnék mutatni. Elsősorban természetesen az a probléma az emberekkel, hogy nem tudják, hogy mi van a gépükbe, az hogyan működik. Megmondja, hogy milyen driver van fönt. Természetesen. Kérdés az, hogy X11-et használsz, vagy nem, természetesen kírja. Kírja azt a programot, ami betöltődött, tehát valóban betöltődik az AMD GPU, tehát az a meghajtó, ami a videokártyát használja, kírja természetesen minden egyéb olyan dolgot, ami számunkra fontos, tehát ki fog írni mindent az adott kettő CPU és a grafikával kapcsolatban. Értelemszerű, nézzünk is meg pár kapcsolót, nézzük meg mi az, hogy TC. A CPU-nak a leterheltségét fogja kérni, nézzük meg a C helyett az M betűt, az pedig a memória használatot fogja kérni. Azaz értelemszerű, ezeket például a háttoppal is meg tudod szerezni, igaz? Meg tudod szerezni a háttoppal is, mert az arra való. De hogyha egy darab inksit használsz, megismered a kapcsolóit, akkor nem kell különböző programokat neked megtanulni. Az információ megszerzésére nagyon-nagyon alkalmatos. Felmerülhet az a kérdés, hogy az adott program kimenetét jó lenne lementeni, azaz ne a monitorról, mármint úgy értem, a terminálból vágjuk ki, másolgassuk ki az információt, hanem valami TXT fájlba belemenjen. Én úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb megoldás, ezen kívül sok egyéb megoldás is van, tehát XML-ben meg egyéb struktúrált fájlba is át tudod rakosgatni, de én az info.txt-t, tehát a sima szöveget jobban szeretem, azaz az inksi, kötőjel full, vagy akármilyen kapcsoló, kacsacsör, a kacsacsör mutasson az info.txt-re, beletolja a full extrás kimenetet az info.txt-be, és várni kell egy picit, leolvasott mindent, aztán nem jelent meg semmi. Természetesen az info.txt-be belerakosgatja a dolgokat. Nézzünk meg egy beállítást, ami számunkra fontos. Az előbb a C és az M kapcsolat, a kötőjel T után megnéztük. Egy-egy
beállítású dolgot kírta a CPU-nak a leterheltségét, illetve a memória használatot. A CM10, azaz a CM után beírt 10, azt jelenti, hogy 10-10 értéket fog kírni, mindegyikhez kírja azokat a programokat, az első 10-et, a legtöbbet használó 10-et, amire szükségünk van. Nyilvánvalóan nem feltétlenül várható el, hogy az első 2-be bent legyen az, amit keresünk, tehát szépen kírogatja, és ugyanúgy ezt is be lehet küldeni egy TXT-fájlba. Nézzük meg a következő gondolatot, de először clear-r, törlés, inksi, ez a parancsunk, és kössük össze egy S betű, kis S betű. Mit fog kérni nekünk? Hát nyilvánvalóan, mit fog kérni? A szenzorokat fogja kérni. Logikusak egyébként a betűk, a kapcsolók, de a manuál elolvasását nem helyettesíti, de azért tapogatózással is meg lehet állapítani, vagy meg lehet találni ezeket a betűket. A szenzorokat kírja, nyilvánvalóan a szenzorok értékét, ez a szenzorok értéke ennyi, amennyi szenzorod van, természetesen annyit fog kírni. A következő gondolat a kötőjel R, az mi lehet? Hát bizony a repókat fogja kírni neked, amiket éppen használsz, azaz szépen kérje a repókat, amikre neked szükséged van, illetve megmondja azt, hogy melyik olyan fájlba van ez, amelyikbe éppen meg fogod ezt találni. A következő, az inksi a, inksi kötőjel nagy a, tehát vélhetően ez egy érdekes dolgot fog kérni, amit írt ki, az audio rendszernek a jellemzőit írja ki, gyakorlatilag a driver, amit rá szoktak kérdezni, hogy melyik driver fut, illetve természetesen egyéb dolgokat is meg szoktak kérdezni, értelemszerűen ezt, hogyha kimásolod, megadod az embereknek, persze akkor, amikor éppen erre van szükséged, és nem például a nagy N-es kapcsolóra, ami a hálózati dolgokat szokta kirogatni, és természetesen, hogyha diszkkel szeretnék, a diszkekkel kapcsolatos, akkor a nagy D betűt fogjuk használni, man, és a help olvasgatása után lehet ezeket fejből megtanulni, és kírja nekünk, hogy milyen lemezek vannak a gépenbe, ezeket ki tudjuk listázni természetesen, ki tudod listáztatni ezt mással is, ez nem egy olyan program, ami föltalálta a spanyol viaszkot, és aztán húha, ennélkül nem lehet élni, de én azért szeretem ezt, mert mindent kiköp nekem abban a pillanatban, amikor jól felparaméterezem, és örülök annak, hogy nem kell 50 féle, 5-10 féle pro között keresgélni, minden egyforma. Tehát itt az a jó benne, hogy látjátok, minden egyforma, tehát ha valaki futtatja az inksi kötőjel, kötőjel fullt, és én a saját gépemen, meg egy másik ember a másikon, ugyanolyan sorrendben, ugyanolyan kinézettel fogja megkapni, az nem kell guberálni, hogy most mit, hol talál meg, hanem mindenki, aki ezt használja, megtanulja, hogy melyik blokkban mi van, milyen sorrendben van, és milyen információkat lehet kinyerni. Hát nézzük meg a partíció kiosztásomat, hát a partíció kiosztásaimat is itt jelen pillanatban le tudtam kérdezni, annélkül, hogy egyéb program fele nézelődtem volna. A következők az S betű, nagy S betű, nyilvánvalóan S betű, hát szenzor, hát az a kis betű volt az S-ek közül, a nagy S a systemet fogja jelölni, a systemet lekérdezi, és a kernelt megadja, az architektúrát, a bitet, a desktopot, i3 van, ahogy lehet látni, a verzióját és a disztribúcióját. Azaz, hogyha valakinek valami kérdése van a szisztemmel kapcsolatban, ide ki fogja köpni neked, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos. Előfordulhat, hogy vannak olyan információk, amik titkosak vagy kényesek, és nem szeretnéd megosztani, természetesen jellemzően ez akkor lép elő, amikor te szuperuserként, tehát sudoval indítod az inksit, nem szeretnél alaplapnak a sorszámát, verziókat megadni, igazából nem egy olyan nagy titkos dolog, de nem szeretnéd, akkor természetesen használhatod, így hogy inksi, inksi, kötőjel, kötőjel, full, ez minden adatot, amihez hozzáfér, kírja, és utána teszed, hogy fill, ter, és a kényes adatokat, ami
ő szerinte kényes adat nem fogja kérni, lefuttatom, de igazából teljesen mindegy, tehát a filter kapcsolót érdemes használni. Kettő darab kapcsolót osztanék meg, kettő darab programot szeretnék megosztani veletek, az egyik természetesen ez, Inksy, kötőjel, help. Ez egy szűkített gondolat, az összes kapcsolót kéri, amire neked szükséged lehet. Lehet látni, hogy azért jó néhány kapcsoló van. Elég jól összerakott ez a program, meg az is, hogy megtalálható benne minden, látható. Nem egy olyan egyszerű dolog, hogy fogod, aztán három kapcsolóval megtanult. A kapcsolók mellett ott van egy kis leírás, na hát bemutattam a helpet, gyakorlatilag szerintem egyszer érdemes átnézni. A másik, ami egy nagyon titkos dolog, és sokan nem tudnak róla, vagy elég buták használni, a man. Ez nem a férfit, az embert jelzi, hanem a manuált. Man Inksy, man akármilyen program, amiről te szeretnél tudni, azaz a manuálok olvasása nagyon-nagyon fontos. Man Inksy, hát bizony szépen megkapod az Inksynek a manuálját, kírja, hogy hogyan lehet éppen ebből kilépni, a kis Q betűvel lehet kilépni, azaz te fogod és lapozgathatsz az egérgörgetővel, szerintem ez a legkényelmesebb, és elolvasgatsz minden olyan információt, aminek éppen számodra haszna van. Nem kell fejből megtanulni, meg nem ezzel kell kezdeni a napot, hogy a manuált és a helpet olvasgatod, de én úgy gondolom, hogy a fórumon feltett kérdéseknek a 30%-a simán kiváltható lenne azzal, hogy az emberek elolvassák a helpet vagy a manuált. Értelemszerűen ez segíteni a fórumos válaszadásokat, de nyilvánvalóan én már sok éves tapasztalat után senkitől el nem várom azt, hogy valamit elolvasson. Így bizony én azt tanácsolom mindenkinek, hogy egy picit fejlődjön, a manuálok és a helpek olvasása nagyon fontos. Azaz, megnyomom a Q betűt, és ki is léptünk ebből, tehát láthatóan nem okozhat senkinek semmi gondot, hogy a manuált elolvassa, ha van magyar telepítve, akkor azt könnyebben olvassuk, illetve természetesen az interneten rengeteg tipp és trükk szokott előfordulni, az adott esetben körülbelül fél perc alatt meg lehet ismerni az Inksy használatát három darab egyszerű cikk elolvasásával, keresőben, Google-ba beírja az ember, hogy Inksy, Linux, és kap egy csomó találatot, megismerheti ezt a kényelmes és valóban nagyon jó programot. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó Inksy használatot, én úgy gondolom, hogy egy kényelmesen, jól használható, jól paraméterezhető programot sikerült összeszednem, régóta használom, talán a hangomból is lehet érezni, hogy elég lelkes vagyok ezen program fele, mert pontosan azt adja, valaki kérdez, mi van a gépedben XY területen, Inksy megfelelő paraméter kinyomtatja, tehát kírja, bemásolod neki, na látod, itt ezt kaptam, ő már tudja, hogy mi van. Tehát nincsen hezitálás, hogy én nem is tudom, valamikor láttam olyat, hogy kernel, de nem tudom, hogy milyen verzió, meg hogyan, na hát az Inksy-vel az összes ilyen, hát nem is tudom, hogyan infót ki lehet nyomatni, ki le lehet kérdeztetni, és akkor az az érzése lesz a válaszadónak, hogy te valóban odafigyelsz, hogy megfelelő mennyiségű, minőségű és kinézetű adatokat, információkat adj neki, hogy ő tudjon segíteni. Azaz nem arra mész rá, hogy te ott valamit kérdezzel, aztán elvárod, hogy mindenki tudja, hogy mi van a te gépedbe, mi van a feltelepítve, mit használsz, akkor értelemszerűen az embereknek ilyen esetben elmegy a válaszadástól a kedve, de hogyha segíted őket, hogy megfelelő mélységű, minőségű adatokat adsz nekik, információt a kérdéseddel párhuzamosan, akkor nagyobb esélyed van, hogy választ kapj. Természetesen haladóknak is kényelmes, hiszen azért fejből mindenki minden adatot teljesen biztos nem tud, nem feltétlenül kell fejből tudni a kernelnek, vagy akárminek a verziószámát, ezzel szépen sok mindent le tudsz kérdezni. Köszi szépen, sziasztok!